Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És akik megrendelik az ingyenes hírlapot, ami egyszer jelenik meg úgy hónap végén, ott mindig vannak kedvezmények. Amit most még megemlítenék, ez a felvétel megjelenik február 1-én. És ezen a napon a Hold Spica csillag hatása alatt áll. És ez a csillag utal a nyereményekre, a jólétre. És ha most kezdesz valamit kiépíteni, akkor ez a csillag kihat az eseményekre, ez egy jó kezdet. Idő kérdése ugyan, hiszen kell a türelem, de az, amit indítasz, az gyümölcsözni fog. Ezen a napon, február 1-én az indiai asztrológia szerint, tehát az indiai számítás szerint Merkur bolygó belép a bak jegyébe, és ott marad február 20-áig. Itt lesznek fontos, komoly beszélgetések. Az is fontos, így most Merkur hatása alatt a bak jegyében, hogy legyenek célok, ezt ne add fel, cselekedni fogsz, és eléred a céljaidat. Ebben segít most Spica csillag. Ez egy jó kezdet. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Az itt felül látható. Itt tulajdonképpen a kelyhekről, tehát az érzelmekről van szó. Mert a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt látható az ajtóban egy férfi és egy nő. A férfi örül ennek a látogatásnak. A nő az inkább olyan furcsa az arc kifejezése. Nem örül a látogatónak. Ez azt jelenti, hogy most ő elgondolkozik azon, ki milyen szándékokkal közeledik hozzá, vagy milyen események vannak körülötte, ami kihat az érzelmeire, hiszen itt érzelmekről van szó. Bizonyos dolgoknak örül, bizonyos dolgoknak nem. Az is lehet, hogy meg akar látogatni téged. Itt kinyílik az ajtó, lesz egy találkozás, de nem tudja, hogy te hogyan reagálsz. Hogy örülsz-e ennek a látogatásnak, vagy inkább olyan furcsa a viselkedésed. Nem örülsz neki. Itt látható ez az arany érem. Az jelenti az anyagiakat, vagy jelenteti a munkát, a hivatást is. Itt az egyes szám őre utal, és egy új kezdetre. Ő most belevág valamibe. Pénzhez akar jutni, vagy lesz egy munkahelyi változás. Itt gyarapodik minden. Sőt, nagyon szorgalmas, de úgy érzi, hogy mások vagy segítenek, az egyik segít neki, a másik meg olyan kíváncsi. Figyelgeti, hogy most mi történik. Így éli át. Hol így? Hol úgy, mindkét kártyán ez érezhető. És most megnézzük, hogy hogyan érzi magát.
Itt nagyon-nagyon vacilál, tegyem, vagy ne tegyem. Ez lehet ez a találkozás, vagy látogatás, nem tudja, hogy mi helyes. Vagy lehet egy munkahelyi új kezdet, munkahelyi változás. Ez a kártya jelentheti az érzelmeit is, hogy kicsit vacilál, bizonytalan. Azon kívül, ha megnézzük ezt a képet, akkor az egyik oldalon olyan terhelt, hiszen ott vannak az emberek, a másik oldal az üres. Hol így, hol úgy. Vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy nincs meg az egyensúly. Ez kihathat a munkájára, hogy sok a dolga, de kevés fizetést kap. Vagy kihathat a párkapcsolatra is, hogy ő adakozó, és kevés tér vissza. Tehát olyan egy oldalúnak érzi a kapcsolatait. Vagy veled, vagy valaki mással, például a családban, vagy lehet ilyen munkahelyi kapcsolat is. Ami téged illet, ő közeledni fog hozzád, talán kis lépésekkel, de azért odaérkezik. Ez a kép szimbolizálja a tűz elemét. Az jelenti a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, de látható a képen a bizonytalanság is. Ő a tettek embere, de nem fogja elsietni a dolgokat. Mit fog tenni, az itt látható. Mindkét képen a kehely látható, tehát a víz eleme, ami jelenti az érzelmeket. Érzelmekkel közeledik hozzád. Kezdetben olyan, mint egy kisfiú, olyan bizonytalan, ugyanúgy, ahogy itt is ez látható. De mire odaér hozzád, összeszedi magát, és olyan lesz a fellépése, mint egy király. Büszke fellépés, magabiztos fellépés. Lehet, hogy belülről bizonytalan, de ezt nem mutatja ki. Ez a kártya azt is jelenti, hogy vannak elvárásai, és elvárja azt, hogy úgy kezeld őt, mint egy király. És ez kihat mindkettőtök érzelmeire, hiszen itt a kehelynél érzelmekről van szó. Mi fűz össze benneteket, az itt látható ezen a magyar kártyán. Ehhez elmondanám azt, hogy a férjem német, és ő nem ismeri a magyar rovás írást. És én körülbelül egy évvel ezelőtt mutattam neki, hogy Magyarországon régen más betűk voltak, és az hasonló, mint a rúnák. És mutattam ezt neki, és ekkor jött nála ez az ötlet, hogy ezt megvalósítja így kártyák alapján, és készít egy magyar rúna kártyát a rovás írásból. És most megnézzük, hogy melyik betű, melyik szimbólum hat ki rátok. Az L betű. Az lehet valakinek a neve, hogy L betűvel kezdődik, vagy lehet egy helység, vagy lehet egy bizonyos fogalom is. És itt ez a szimbólum, ha én ezt megtekintem, ez olyan, mint egy ház, illetve egy sátor. És annak idején a hunok, azok sátorban éltek. És a rúna jegynél itt féhú hasonló, ha megfordítom, hasonló, mint ez a magyar régi betű, és itt is a házról, az otthonról van szó. Itt látható a kerítés, tehát kell
az, hogy védd magadat, a környezetedet, védd az otthonodat, és ez a kerítés ne legyen mindenki számára nyitott, mint ahogy itt is látható az ajtónál. És itt, ennél a szimbólumnál, itt a sátor, és itt ez a két vonal, az segít abban, hogy a sátor az megmaradjon, tehát legyen egy alap, ne omoljon össze, de ez lehet itt egy kerítés, vagy egy ajtó is. Nyisd ki az ajtódat azok számára, akik ezt megérdemlik, és szárd be azok előtt, akik ártani akarnak neked. Tehát fontos az otthon, védd meg az otthonodat, és ez az L betű is jelent valamit, ami szintén egy üzenet lehet számodra. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Örülnék annak, ha követnétek a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Vagy annak is örülnék, ha leírnátok a véleményeteket a kommentárba, vagy lájkoljátok ezt a videót. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!